Üdvözlök mindenkit, én Axmart vagyok, ez pedig itt az öklöző Skyrim gameplayem következő epizódja. Hát fun fact, nem találtam meg sajnos a kis rókát. Viszont elintéztem mindent, szóval mehetünk akciózni tovább, illetve az a vadász. Ó, ott az egy kutyus. Szervusz. Sorry. Wow. Na gyere! Nem tudom, a kutyahús mennyire finom, vagy jó. Egészségem elég alacsony, ígyak egy főzetet. Most komolyan egy kutya kényszerít rá, hogy igyak? Na jó, oké. Kicsi erőnlét, kicsi gyógyítal jó lesz. Hogyné. Kutya nem adott semmit. Nem baj, legalább nőtt a... az ügyességünk, meg az ilyenek. Na! Elég érdekes ez az egész. Egyelőre nekem nagyon tetszik ez a gameplay. Tehát egyelőre... Jó, túl sok az egyelőre. Azt szoktam meg az ilyen mágikus dolgokban, hogy ilyen nagyon-nagyon papír vagy, nagyon könnyen megölnek, nem szabad közel menni, távolról kell csinálni, ki kell játszani az ellenfelet, esetleg megtalálni gonosz módon egy bugot, amiben ő beleakad, és onnan te szét tudod lőni, kis tűzlabdákkal, meg nagy tűzlabdákkal, meg nagy jég dolgokkal. Ott egy nyuszi. Nyuszi, nyuszi, nyuszi. Szóval ehhez képest teljesen más élményt nyújt a kettő játék stílus. Nyuszi. Nyuszi husi. Köszönöm. Teljesen más élményt nyújt ez a kettő játék stílus, pedig alapvetően ugye ugyanaz a játék. És nagyon örülök, hogy odaállhatok és elkezdhetem ténylegesen ütni, és én fogom megnyerni a fight-ot, mert hogyha most az előző karakterem, mert ami jelenleg 20-valahány, és odaállnék ütni egy ilyen vadászt, megölne. Mert oké, hogy nincs rajtam armor, nincs rajtam, hogy nincsen képzettségem, ugye puszta kezet, harca, semmire nincs. Ergo, eléggé gáz festene az egész. De a lényeg, hogy itt most erre fogunk gyúrni, megérkeztünk folyam fenyvesbe. Ott egy birka. Szervusz! Jó, itt megpróbálom nem bántani egyelőre senkit. Main küldetés egy kicsit érdekes lesz. Nem tudom, biztos érdekes lesz. Nem veled jöttem? Nem. Ó, ott a kovács. Szervusz! Ó, vigyem, amire szükségem van, oké. Okay. Ezek ingyenesek? Nem úgy néz ki, mintha csak kell érte fizetni, szóval... Köszi, mindent. Igen, igen, sárkány megtámadott minket. Jó, mindegy, nem fogok én neki szórakozni. We need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. Balgruuf? Jarlnak? Jó, oké. Innen hogyan jutottak a Fehér Vágtába? Jó. Kell segítség a kohó körül? Kovácsolj neki egy vastört. Oké. Mit tudsz mondani folyamfegyvesről? Használhatom a kohód. Mit gondolsz a háborúról? Milyen előadó árud van az? Na, nem ez érdekel. Jó. Oké, szóval... Milyen előadó árud van? Na. Kereskedünk egy kicsit. Ruházat. Nekem kell mindenképpen ilyen kemény... Szegecses, 15%-a növő tűz szemlélő ellenállás, vasisak, ó! Van másik féle vasisak, egyebek között mi van? Érdekes dolgok. Jó, mindegy. Kovácsoljunk egy kicsit. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki. Kovácsoljunk, és akkor sohasem kovácsoltam. Mind a 20-valahány szint alatt, szóval. Jó. Vas. És egy vas tört kell neki létrehozni. Vas tör. Jó. Na, hol vagy? Hogy adjam oda ezt a vastört? Most ez hova tűnt? Ahó. Tessék, itt a vastör.
Just need a bit of metal and the grindstone. Köszörülő. És élezzem meg. Igen. Király, nem is tudom, hogy jöjjön, hogy megtanít minket. De örülök neki. Most te bementél? Mehetek utána. Ahó. Szervusz, itt a vastőröd. Mit szólnál egy páncél? Ja. Serző elmennel, néhány bőr készítésével. Jó. Akkor kezdjük azzal. Serző állvány, az hol van? Az ez az, nem? Nem vagyok éhes, köszi. Istenem, ezeket a küldetéseket meg akarom csinálni. Készíts egy kis bőrt. Jó. Készítünk egy kis bőrt. Kicsit durván hangzik, de oké. Okay. Itt van, serző állvány, jól van. Hamelyik gőzöm sincs, hogy ezek hogy működnek, de nyomatjuk a bőrt. Jó. Majd ezeket úgyis meg kell csinálni, szóval. Mit tudom én, hogy létre akarom elhozni, nem biztos. Mondjuk mindjárt megnézem, hogy tudok-e készíteni bőrt, meg ilyesmit. Igen, megcsináltam. Hol vagy? Most kijöttél? Jó, Istenem. Na, itt a bőr. Lássuk, tudsz-e készíteni írhasisakot. Jó, készítsünk egy írhasisakot. Bőrvért, bőrcsizma. Vas harci bány. Ja, írha, bocs, itt van a tetején. Most kiléptem. Írha sisak. Jó van, örülj neki. Ezek a cuccok nem fognak kelleni, de tessék itt az írhasisak. Illesztésen. Vidd ezt a bőrdrabot a munkapadra. Munkapad. Úristen, ennyi cucc kell? Ezt mind meg kell tanulni? Páncélkövásra válasz, felhasználni való tárgyat, írhasisakot. Ja. Azaz. Felfejlesztettük az írhasisakunkat is. Megerősítettem az írhasisakat. Tartd meg azt a törtös hisakot itt áll, emlékezni fog, amikor ékohó acélt készítesz. Jó! Ezt is megcsináltuk, jól van. Na, most már körülbelül megtudtuk, hogy hogy kell mit csinálni. Nekem vasból kell... vaspajzs. Ahhoz több vas kell. Oké, veszünk a csávótól vas. Vas cuccokat. Eladó áru. Ez kell. Nem! Szóval... eladó áru kell. És... acélöntencs az jöhet. Ez kicsit drága. Nem baj, eladjuk a cuccunkat. Mr. Bedesnél van egy hosszú íj, az úgyse fog kelleni. Írha pajzs, fene tudja, az se fog kelleni. Ez az írhasisak, ez nem lesz rossz, viszont ez könnyű páncél. Írha vért. Kecskebőre, majd biztos jó lesz. Prém csizma se kell. Csatabárt se, va, ez se. Vasöntencs az jó, ez se. Na, lett 274 aranyom. Ami nem rossz, viszont még nem lesz elég. Ruházatban nincs nálad véletlenül nehéz páncél? Ó, itt van egy acélsisak, nehéz páncél, ez jó, csak drága.
Ez is nehéz páncél. Kell nekünk kézvédő nehéz páncél. Ez jó, északi acélkesztyű, jöhet. Hú, nehezebb lesz, mint gondoltam, srácok. Mi? Nekem tárgyak kellenek, igen, és ruházat. Jaj, de nem igazodok még ki ezeken. Kezdők csukjája nem. Ezt az északi acélkesztyűt fogjuk felvenni. Na, lássuk. Már is jobb. Na jó, menjünk innen a fenébe. Megcsináltuk ezt. Nem csatlakozunk most a birodalmi légióhoz. Ott egy kutya. Na, de békén hagyjuk. Na, utazgatás. Igen, ez egy kicsit sokáig fog tartani, viszont ha van valami, akkor azonnal nekünk vadászni. Szóval reméljük, hogy minél gyorsabban meg fog ez történni. Valami izgalom. Fehér vágta. Halmány a gőzünk sincs, merre megyünk. Kövessük a nyilat. Hű, szarvas. Come here, szarvas. Oké, ez nehezebb lesz, mint gondoltam. Beszorítunk. Mi az, hogy a... Jó. Nyuszi! Mua! Nyuszi husi! Kérdés, hogy mikor lesz a legközelebb lehetőségünk kovácsolgatni. Igazából először szeretném felfedezteni ezt a... Már fel kellett volna fejlesztünk, na mindegy. Most már, majd később. Ráér, egyről még nincs normális nehéz páncélunk sem, majd azt fejleszgetjük. Oda kell mennünk? Hát jó. Ó, ott vannak. Hú, ott négyen vannak. Nem, hárman. Ez egy fogoly. Ahó. Cső. Cső birodalmi faszik. Aha. Nesze. Kemény vagyok. Szétütlek. Mindkettőtöket. Egyszer egyet. Billman, ne támadj rám többet! Oké, egy megvan. Következő. Lehet kéne használni potit. Oké, mindenképpen használunk potit. Van még. Gyere! A birodalmiak lehet, hogy jobb a cuccuk. Gyerünk! Nem igaz, hogy elmisszeltem. Mercy! A fenét Mercy. Hol vagy? Hol az ilyes csávó? Nem menekült? Ott van. What? Jötta! Ez egy csaj. I'm not sure. Szétütlek! Hidd, hogy nem érdekel. Puff. Úgy, ennyi. GG. Na, ennyit összetettünk egy csomó cuccot, mert... igazából kell a pénz. Visszavenjünk venni majd acélöntencsen. Úgy. Mert mindent el fogunk tudni adni, szóval én nem aggódok. Cső bro, te ki vagy? Kiszabadítom. És tárgyakat cserélünk. Miért cserélünk tárgyakat? Jó. Na, ez is megvolt. Eléggé szépen. Lezúztuk a katonákat, így 3v1 szituációban. Fújt. Ó, oké. Gyere! Te egy ijász vagy! Fehér vágta ős. Hé. Azért ez nem így megy. Mi ez? Ez a csávó, ez kemény. Egy kis help! Oké. Rossz ötlet. A futás a megoldás.
Jön utánunk? Nem. Nem értem, miért támadott meg. Ott van. Meg lementjük gyorsan. Mert megöl minket. És futunk el itt ebbe az irányba. Lehet nem kellett volna megtámadni azokat. Na mindegy. Most már nincs potim, ami gázos, de megoldjuk a helyzetet. Ó, ott egy óriás. Zúzzuk le. Májek. Megöltem az óriást. Félig meddig. Oh, pajzsfivér, oké. Not for me to say. The old man's got a good. If you go to him, good luck. Jó van. Majd megbeszéljük. Sziasztok. Nem árt az ilyen cégekhez csatlakozgatni, mert eléggé mókás tud lenni. Na mi merre most? Ló. Jó, 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 kifizetem. 40 arany. Vigyed. Legalább közelebb leszek valahol a cuccokhoz. Sárkány tömlöc, jó. Mit vettek el? Na, nagy része megvan. Gyűrű, jó. Na! Amúgy is ide kell bemenjek. Majd akkor nem tudtunk leölni semmit. Na mindegy, sárkány tömlöc. Haladjunk a sztorival, minél jobban haladunk a sztorival, annál jobban fogunk tudni majd érvényesülni szerintem. Bár ez nem biztos, hogy jó ötlet, igazából szeretek csak úgy... Mi bajod van? Szervusz! Egy sárkány. Igen. But it's none of my concern who the Imperials want to execute. Igen, persze. What do you say now, Proventus? Jarl Balgraf is not receiving visitors. Shall we continue to trust in the strength of our walls against the dragon? My lord, we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. The dragon is lurking in the mountains. Úristen, menjen, beszéltek egyszerre. Ez megéget? Nem. Hát egészen jól nézek ki. Még annyira nem tetszik. Meg egy kicsit furcsa is. Jarlom. Menjél csak. Apróságot? Ó, birodalmi páncél. Na, az lehet jó lesz. Előbb megerő összekoltam pár birodalmit, remélem nem baj. Nézzük, hogy szegecses birodalmi páncélt kaptam, ez is könnyű páncél. Give me nehéz páncél, bro. He's been looking into a matter related to these dragons and rumors. All this standing around is rubbish. We should be taking the fight to the storm. Ó, te eléggé nagy darab vagy. Veled barátkoznék. Hogy lehet ilyen karddal mászkálni, egyszerűen nem lehet vele leülni sem, hihetetlen. Ez jó, amikor ilyen úgy elfér rajtad, érted? Milyen előadó árud van? Na, veled is tudok üzletelgetni és eladni az én cuccaimat. A gyűrűket nem adjuk el, ez mehet, ez is mehet, ez is mehet, ez is mehet. Könyvek, nem érdekes, nem érdekes. Ezsus gyűrűket nem akarom eladni. Nálad mi van? Van valami király rucid? Nincs. Igen, segítségre van szükséged. Trükközéssel elhozza nekem. Ősi kőtábla. Nincs szükség felasztó. Ugyanokra. Ez így igaz. Sárkánykőről. Jó, majd megyek. Hogyan bűvölünk fegyvert és páncét, az most nem kell. Találkoztunk-e már sárkánnyal? Ó, ez nem érdekes. Menjünk, csináljuk a dolgunkat.
Az kitartásunkat kellene növelni, lassan átlépjük a következő szintet, szóval jó lesz. És most este van, este van, kinyugalomban. Nekem meg mennem kell valahova. Sok időt töltesz a piacon. Jó, örülök neked, nő vagy, nem csodálom. És most a középkori nőket bélyegeztem meg. Meg ne sértődjön, aki esetleg női nézőm. Már olyan nézőm, aki feltételezve nem a középkorban él, mert akkor rájuk feltétlen igaz, de... De reméljük ilyen nincs, mert mint hogy így... Ez egy kicsit furcsa lenne. Minden esetre üdvözlöm őket. Jó. Nézzük meg, hogy merre hova. És csapjunk le pár cuccot. Vagy valakit. Már nagyon izzad a tenyerem. Csodás, mehetünk gyalog. I love gyalog. Úgy emlékeztem, hogy van egy olyan gomba, amit hogyha megnyomok, akkor megy egyedül is. Ja, megvan. Nem Y, hanem a C. Ó, ott van egy ilyen kisebb vár. Menjünk, tegyünk ott rendet. Biztos lesz ott valakit rendbe tenni. Még nem nagyon van potting, szóval ez így gázos. Potik nélkül nem szívesen nem kell elindulni. Na mindegy, kemények vagyunk. Ott egy tehén. Meg egy valaki. Tehenet leütjük? Tehén. Gyere ide! Te ki vagy? I'd stay away if I were you. I'm on my way to a giant camp. And I can't guarantee those beasts won't think you're part of the offering. Keep your distance, and you shouldn't have anything to worry about. The cow, of course. Others do it differently. But I found that an annual offering usually keeps the giants away from our jó, oké. Csinálj csak. Engem nem érdekel, hogy te mit üzélsz a óriásokkal. Én még annyira nem vagyok király, sajnos. Na! Ti mik vagytok? Ó, ezek azok, akik meg tudnak erőszakolni. De menjetek már arrébb, jó? Na mindegy. Gondolkozok rajta, hogy vissza kéne menni, venni egy kiló potit, és csak utána nekiindulni a dolognak. Meg eladni a cuccokat. Igen, sajnos ezt kell valószínűleg tennem, mielőtt én itt megpróbálok szórakozni, mert nagyon-nagyon csúnyán meg fognak erőszakolni poti nélkül. Ó, farkasok! Oké! Okay. Gyertek! Ez nagy luft volt, de nem baj. Farkas! Gyere! Farkas prém! Majd ezeket szépen meg fogjuk tudni. Fel fogjuk tudni dolgozni ezeket a prémeket, mert mint hogy ez alapvetően a vadászatnak a lényege. Jó, hogy feldolgozd. Ó, ezek óriások. Cső. Nem. Én csak erre jártam. Körbenézek. Ha. Jó, tundra gyapjú, jó van. Nem. Nem vagyok itt. Nincs valamit el tudnék hozni? Nem. Amíg nem bántom őket, addig ők se engem. Csak nem menjek túl közel hozzájuk. Értem. Mamut sajt. Láda. Ó, itt egész jó cuccok vannak. Remélem nem vagy mérges azért, mert így kilootoltalak titeket. Én csak egy kis badász vagyok, gyere! Jó, nem, mégsem vicceltem. Nem. Jó, menjünk akkor. Merre kell menni? Arra, a világ végére, úristen. Jó, szerintem én visszautazom, szerintem. Még itt vannak egész érdekes cuccok. Na, én visszautazok a térképen.
Igen, igen, ez a világtérkép, köszönöm, hogy bemutattad fehér vágtába. Mert mindenképpen szerezni kell potit, növelni a izénket, a smithingünket, és bányászni. Kovács, köszönöm. Akkor itt most tudunk kovácsolgatni. Mit csináljunk először? Cserző állvány, a két mindent szépen lecserzünk. Bőr. 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 És akkor mit végig kell nyomogatnom majd? Bőrcsíkokat is akarunk? Nem feltétlen. Igen. Ez nem kell egyelőre. Kovácsnál majd el kéne adogatni a dolgokat. Kovács tűzhely, meg... Ez ugyanaz. Volt még itt valami. Ja nem, ez a három, de négy van, nem? Vas. Kivert. Na, majd ezeket kellene megdolgoznunk. Egyelőre fel kéne javítanom a köszörűvel. Ezek csak a izét javítják. Valahol még kell lennie egy munkapad, megvan. Szeretném a kesztyümet megjavítani. Ezt. Acélöntöny is kell hozzá, csodás. Na jó. Most meg kell várnunk a reggelt? Oh my god, mennyi van még reggelig? Még el tudjuk adni ezeket a cuccokat. Ó, olvasztó. Biztos van valamink, amiket tudunk olvasztani, nem? Van. Ilyen cuccunk vannak, de nem. Hogy ezeket tudjuk elkészíteni. Aha, aha. Még nagyon meg kell tanulnom, hogy hogy néz ki ez, viszont egyre jobban tetszik. Mert ugye a kovácsolás sosem volt a... az erősségem, de engem érdekel. Kell, hogy itt nem lehet törpel lenni, tuti törpel lettem volna. Ez egy agresszív kis törp, ami szétüt mindent. Nagy bárdos bácsi, őt nem bántjuk. Ez fogadó lesz? Nem egy, ez egy vegyes kereskedés. Én egy fogadót szeretnék. Ez egy üst. Vezér. Kanca. Ez talán egy fogadó lesz. Vagy aludhatunk a reggelig legalább. Igen, igen, szeretnék aludni. Szervusz! 10 arany? Go for it. Jó. Nézzük hát, hogy el tudunk neked adni valamit. Tök mindegy mit. Hungry. Bor? Nem kell. Bor nem kell. Sajt nem kell. Cuccok nem kellenek. Tessék. Erre tessék. Na, mutasd meg a szobámat. Itt valaki nyomatja a zenét. Hasonló leszek, mint te. Olyan szexi bárdod van. És komolyan ide feldobsz a tyúkokhoz? Ah, az egész jó. Oké, köszi. Szia. Ajtó! Milyen fogadós vagy te. Na, azt mondja, hogy... pont éjfél van, és 8-kor kellene kelnünk. Így né. 18. nap, utolsó termés. Oké. 7-8 óra. Fel is keltünk. Jó reggelt, üdv mindenkinek. Ah, milyen jó kis zenével nyitni. Nekem is úgy kéne. Na, mégis érkeztünk, most már a kovácsot elkezdhetjük agresszíroztatni. Hol a kovács? Való, erre volt, nem? Vagy itt lejjebb? Ó, ez mindig kihívást, ezt megtalálni a városban a kovácsot, de itt van. Szervusz! Na, mutasd az eladó áruidat, de előtte én eladom a dolgaimat. Ezt mind eladom, tessék, 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 tessék. Juhé! Ó, szintet léptünk, na ezt is mindjárt megoldjuk. Írhas is a könnyű páncél nem fog kelleni. Könnyű páncél nem fog kelleni. Könnyű páncél nem fog kelleni. Ez nehéz páncél. Ebből is maximum egy kell, ami most rajtam van. Ups. Mit adtunk el? Hát. Ja, az ő eladó áruit nem néztük. Egyebek. Acélöntencs, meg ilyeneket tudunk venni. Ruházat.
Ah, jó lenne venni valami értelmeset. Nálam van most ruha. Ah! Oh. Oké. Okay. Egészen élethülyet csináltam, hasonlít rám az úriember. Szóval, kovácsolni kellene. Meg ilyesmi, nem tudom, mit akarunk most. Kellene egy acélöntés, mindenképpen. Viszont, ó, nem is drága. Egy darab kell. Csak egy. És ezáltal remélhetünk, tudunk majd csinálni valamit. Nem is a munkapadon, hanem csinálunk egy vas páncél. Ez jó. Pántos vas páncél. Vasbuszogány, vaskard. Sima vas páncélhoz kell 5 vasöntencs. 27 páncél és 30 tömeg, viszont a pántoshoz kell ilyen korundöntencs is, az nincsen, szóval sima vaspáncél csinálunk, kell vennünk még 3-at. Jó. 3 darab vasöntencset szeretnék kérni. Miss Kovács. Úgy, egy hölgy a Kovács? Na, oké. Jó, nem is acélból tudunk csinálni? Acélt nézzünk már meg. Mennyi acélunk van? Acél, vas. Nem tudunk acélt csinálni, csak vasat jön. Hát akkor vas. 3 vasöntencs. Továbbra is. Szerintem az kicsit olcsóbb, igen. Csak 3 kell. Na igazából jöhet több is. Veszünk egy, mit tudom én, még 5-öt, hogy tudjuk fejleszgetni is. Hú, tudom, ez egy ilyen Minecraft feelingem van most. Amúgy, vas harcibád, vas kard, vas páncél. Köszönöm. Igen, létrehozzuk ezt a tárgyat. Ez az. És fel is vesszük. Kell nekünk majd egy vas sisak is. Akkor legalább végre meg tudjuk csinálni a vas cuccainkat. Vas sisak, meg vas csizma kell még. Mennyi a vas sisak? Vas csizma. És vas sisak. Az még kell egy. Ah. Plusz még akkor azok, amiket akarunk fejleszgetni, jó? Jó, lehet, hogy most így tök jól elszenvedgetek. Veszünk 7-et. Hogy legyen elég. Na, és azt mondtuk, hogy vas sisak. Igen, szeretném létrehozni a tárgyat. Az olyan rossz, hogy mindig megkérdezi. Amit nyilván, hogyha félre nyomok, akkor annyira nem rossz. Szóval, vegyük kis felőket. Hogyha már ennyire bedesszek lettünk. Juhé! Na már is jobban nézünk ki, nem? Mint ez már valami. Na, szépen ezeket megpróbáljuk felfedni. Nem, téged nem akarlak, nekem a munkapad kell. Lici. Köszönöm. Könnyű birodalmi csizma nem fog kelleni. Vaspáncél. Megcsináljuk. Vas csizma, simán. Nem, acélkesztyűt. Acélkesztyűt, vas csizmát. Meg a vasisakot is fejlesztjük. Úgy. Azaz. Na most már nagyon kitűnőek vagyunk. Most elmehetünk potit venni. Hol tudunk potit venni? Lesz, hogy szintet lépünk, jó? Szintlépés, rendben. Erőnlét vagy életerő? Az erőnlétet kellene növelnünk mindenképpen, viszont az életerőnket is. Legyen az életerő, legyünk szívósak. Illúzió, alkimia, ezek ilyen... dolgok, settenkedés, könnyű páncél, nekem a kétkezes fej blokkolás, nehéz páncél, kovácsolás. Acélkovácsolás, na ez kellett volna az acélkovácsolás, na mindegy, ezt majd később. Acélkovácsolás. Meg is van.
És majd mehetünk kovácsolni acélt is. Egyelőre most szerezzünk potit. Vegyeskerés. Vegyeskereskedés. Jó. Nekem poti kell. Nem tudod, hol lehet potit venni? Én nézzük a vegyeskereskedést. Ott biztos, biztos lehet ott majd. Potit szeretnék. Egy kicsit ilyen, egy kicsi olyan. Kis gyógyital. Hagy adjam el neked azokat, amik nem kellenek. Mondjuk a varázserő italok. Erőlít itt az jó, ez se fog kelleni. Medve karmok, ja, ezek sem fognak kelleni. Egyebek. Ezek a bőrök, ezek jók még. Szóval, ennyi italod volt. Hát ez nem sok. De oké. Ez is legalább valami. Van-e valahol még itt ilyen cucc, ahol tudunk venni italt? Ott nem hiszem. Szia, neled nincs ital? Hát úgy láttam, te nem ezekkel foglalkozol. Te húsikat szereted. Hú! Ez itt vannak dolgok. Na nézzük meg, mit van nálad. Gyűrűk, meg nyakláncok, tolvajkulcs, semmi. Jó, menjünk innen akkor. Ezzel már igazából el fogok indulni. Amint így, most már azért már keményebben nézek ki. Játsznak a gyerekek. Jó, még nem fogom megvenni egy óriást, de azért már valahol tartunk, hölgyeim és uraim. Ennek a videónak itt most vége van. Én Axmort voltam, a következő videóban találkozunk.